tudom, bazd meg. Itt vagyunk a következő videóval, Zsolti visszatért a nyaralásból. Mai napon hátrázni fogunk egyet. Elkezdtük összerakni fejben ugye a prepnek a szakaszát, úgyhogy ennek is neki fogunk állni. Kőkemény lesz a munka. Jövő héten el fogunk látogatni Sánt a Tomi barátomhoz is, Fehérvárra, és vele is fogunk egyet edzeni, hiszen ő is felkészülésben van. És azt hiszem, hogy 9 hétre van a versenytől, de nem akarok hülyeséget mondani, ezt majd a következő videóban ő el fogja mondani. Úgyhogy jövő héten ezt is láthatjátok majd. Na jó, mindegy, hátrázunk. Ilyen veszélyes barbár eszközök vannak itt. Csináljunk egy melegítőt, vagy kettőt, és akkor utána csinálunk ebből kettő munkát, vagy hármat. Ja, ebből csináljunk három munkasorozatot, ja, majd mondom. Szüken lesz kettő munka, meg csinálunk kettő munkát szélesen. És akkor utána megyünk még egyet arra a gépre, és akkor ezek lesznek a felülről húzások. De majd fogunk húzni szemből is, meg szélesen is szemből húzunk. Ezen jó párat fogunk húzni. Köll. Az pumpa. Szépen, szépen, visszafelé szépen. Azaz.
Hely vagy. Megyünk. Na most már szerencsére én is jobban állok a sérülésből, kifelé jövök. Ugye mondtam, hogy el fogok menni Emeryre. Nyilván időpontot sornapján fogok kapni, úgyhogy ezt felejtsük is el. Valószínűleg így repedés volt, azért tartott ilyen sokáig a gyógyulás. Na mindegy, lényeg a lényeg az, hogy most már tudok hátazni normálisabban. Meg ugye a múlt héten említettem, hogy a mellezést is így vissza kellett szakaszosan építeni. Még ugyanígy tartok a hátazásnál is, tehát még nem mennek az óriási súlyok, de ez már azért viszonylag egy jobb súly, úgyhogy ennek örülök, hogy most már tudok ilyen lehúzásokat csinálni. A szembehúzások még mindig nem mennek olyan normálisabb súlyokkal, felülről tudok, úgyhogy most nyilván én kisebb súlyokkal fogom kiegészíteni a zevező gyakorlatokat. Most ugye megcsináltunk kettő munkasorozatot szűkfogással előről lehúzásból, kettő munkasorozatot szélesfogással, meg kettő munkasorozatot azon a gépen, amivel egészen magunk mellé tudtuk beengedni, és azon egy munkasorozatot, azt mondtam? Egyet akartam mondani, mindegy. Most ugye azt említettem, hogy én nem tudom ezeket nagy súlyjal csinálni, úgyhogy itt próbálok a volumenen emelni ennél a gyakorlatnál, nyilván ugye a Zsoltit azt meg fogjuk kínozni, úgyhogy neki lesz itt három munkasorozata, szemből levezésből, és ki fogjuk utána egészíteni még széles levezéssel, illetve egy ilyen hátsóvállas csukjás gépet fogunk még csinálni, azt pedig szettezni fogjuk már sima válvonulatással is. Majd pedig a végén a szokásos verseny. Szépen szabályosan.
Ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek látni még további tartalmat. Jövő héten megyünk Santa Tomi barátomhoz, és vele fogunk edzeni egyet a fehérvári Cutlerben. Elindul a felkészülésünk, úgyhogy... Vagyis hát ugye a Zsoltinak a felkészülése elindul. Sünk. Zsolti nagyon akarja, hogy felkészüljek. Szóval lényeg, hogy be fogunk keményíteni, most már elkezdett rendbe jönni a vállam is. Zsolti visszatért a nyaralásból, vége van a nyárnak, úgyhogy élesítünk egy picit. Több tartalom fog jönni, és izgalmasabb tartalmak, úgyhogy maradjatok velünk, lájkoljatok, diszlájkoljatok, írjatok kommentet, meg verjétek ki egymásnak fű alatt. De online coaching. Ha elakadtál a diétádban, vagy elakadtál a fejlődésedben, nem tudod, hogy hogyan fogy le, vagy nem tudod, hogy hogyan építs izmot, vagy lassúnak érzed a fejlődésed, úgy érzed, hogy segítség kell abban, hogy irányt mutassanak, akkor jelentkezz be, foglalj ingyenesen időpontot, és mondd el nekünk, hogy mire van szükséged, vagy mit szeretnél, vagy mi a célod, hogyha személyesen szeretnél beszélni telefonos konzultáción, hogyha pedig tudod, hogy mit szeretnél, akkor pedig van egy jelentkezési lap is, lent megtalálod a leírásban a linkeket, úgyhogy nincs más dolgod, vagy kitölteni a jelentkezési űrlapot, vagy pedig foglalni egy időpontot, ahol velünk fogsz beszélni ingyenes, félórás, 3-4 órás online konzultáción, ahol elmondjuk neked, hogy mi lenne a legmegfelelőbb a fejlődésedhez, és nyilvánvalóan megtaláljátok az árakat is, mindenről, online coachingról, étrend, edzésterv, minden, ami kell, egy helyen a leírásba. Köszi, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel, ezt nem tudom hangsúlyozni, mert izgalmasabb tartalmak lesznek. Belehúzunk úgy, mint régen. Sziasztok! Abban, hogy elkezdtem. Úgy érzed, hogy segítség kell a fejlődésben. Na, mivel? Segíts már rokon értelmű szavakat találni, bazdmeg. Úgy érzed, hogy segítség kell abban, hogy irányt mutassanak. És ennyi, kicsit úgy beszélek, nem, mint hogyha valami ízérnék, bazdmeg. Riporta vagy. Ja. Kim vagyok, tudósító, innen a helyszínről.